Úgy érzem, hogy egy kicsit rokonlelkek vagyunk a fakarogójainkkal. Mi is a hagyományokat igyekszünk ápolni, ők is azt csinálják, tulajdonképpen egy hagyomány teremtenek. És amikor az István említette, hogy lesz ez a fafaragó tábor, akkor úgy gondoltuk, hogy természetesen ott a helyünk. Na most meg kell említenem, hogy a kanizsai önkormányzat ebbe sokat segített, úgy anyagilag, mint erkölcsileg támogatott bennünket, és ilyen formában nem hagytuk, hogy ez elkallódjon, mert sajnos voltak olyan pillanatjaink is, amikor azt gondoltuk, hogy talán le kell mondani, de ezt megbeszéltük Istvánnal, hogy akárhogy is ezt mindenféleképpen végbe visszük, megcsináljuk, akár ha mindjárt saját zsebből egy részét akkor is. De a dolgok mostani állása szerint úgy néz ki, hogy hála Istennek minden rendben lesz. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nagyon sokat segítettek az önkormányzatból is. Az erkölcsi cél mellett nem elhanyagolható az sem, hogy a település kinézetét, látképét fogják szépíteni a szobrok. Hát ennek külön örülünk, hogy megnézték és jónak találták a helyszínt ott Toromhegyesen. Van egy szép faluházunk, mint tudjuk, és biztos, hogy jót fognak mutatni a faluház környéken ezek a kifaragott szobrok és a díszpadok is, amiket már állítanak ebbe a pillanatban éppen a faluház előtt.